November 21-én egy országos katasztrófa riasztási gyakorlatnak a végrehajtására kerül sor, melynek keretén belül lesz egy gyorsvezetési gyakorlat, illetve egy értesítési berendezési gyakorlat a katasztrófa védelmi hivatásos állományának, illetve a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok részére, illetve a gyorsadárású polgári védelmi szervezetek berendezésére is sor fog kerülni. Ennek a gyakorlatnak a célja, hogy a lakosság riasztása megtörténjen, felkészüljünk, illetve megelőzzük egy esetleges katasztrófa esetén gördülékenyebben menjen a kommunikáció a lakossággal is, illetve hogy begyakoroljuk a hivatásos katasztrófa védelmi szervek és tűzoltóságok berendezését, illetve hogy az operatív törzs is gyakorolhassa a katasztrófák során való feladatait. Úgy megszervezni azt a gyakorlatot, hogy minden egyes település jöjjön. Tehát ne ragadjuk ki Eger vagy Eger körzetét, hanem ugyanúgy Kiskörétől kezdve Pétervásárhelyi körzettel Boldogi minden egyes település jöjjön be. Ez most jelen pillanatban a települési polgári védelmi parancsnokságokat jelenti. Ez településenként 5-8 fő. Szüksége Magyarországnak papír hadseregre. Tehát olyan polgári védelmi erőkre van szükség, akik valóban léteznek, akik tudják valóban tudják a feladatukat. És ennek a gyakorlatnak pontosan ez az egyik célja, ahogy itt a sajtószóvivő asszony, illetve a Kós úr is fogalmazott. Minden egyes település kell, hogy rendelkezzen polgári védelmi parancsnoksággal, illetve bizonyos polgári védelmi szervezettel. Ez új alapokra kerül a jövő évtől, tehát ahogy mondtam is, hogy ugye papír hadseregre az országnak nincs szüksége. Lesznek majd önkéntes polgári védelmi erők. Mi a megyében is szervezünk egy körülbelül 40-50 fős megyei rendeltetésű polgári védelmi csoportot. Ennek a csoportnak a megszervezése már gyakorlatilag elkezdődött. Ide kimondottan speciális képzettségű embereket várunk, és nyilván olyanokat, akik önként vállalják ezt a feladatot. Kik ezek a speciális végzettségű emberek, búvárok, barlangi mentők, hegyi mentők. Hát nyilván ennek a csoportnak az a feladata, vagy az lesz majd a feladata, hogy kitöltsön egy űrt. Hiszen maga a katasztrófa védelem is rendelkezik ugye erőkkel, felszerelésekkel, ugye alapvetően a tűzoltóság, a saját vegyi felderítő járművünk. Tehát van nagyon sok olyan esemény, amit mi saját házon belül le tudunk kezelni. De nyilván nem rendelkezünk búvárral, tehát ha valaki elmerül az Ostorosi vagy a Szabókítóban, akkor erre valami speciális egységet kell fölkérnünk. De ha mondjuk a mátrai barlangok egyikében tűnik el két hegymászó, vagy töri ki a lábát, és valahogy ki kell hozni, akkor barlangi mentővel sem rendelkezik se a tűzoltóság, se a katasztrófa védelem. Tehát ezt a speciális csoportot azért akarjuk létrehozni, hogy a megyében bármi előfordulna, akkor legyen saját erőnk, akivel ezt meg tudjuk oldani. A hétfői gyakorlat is arról szólna, hogy a településnek a polgári védelmi parancsnoksága, aminek ugye nyilván a vezetője maga a polgármester, illetve maga köré vesz 3-4 olyan embert, aki a különböző szituációkban neki segíteni tud. Hát gondolom elsősorban jegyző, illetve a önkormányzat vezetésének főbb emberei. Tehát ugye hétfőn még kíváncsiak vagyunk arra, hogy megmozdul-e ez a települési polgári védelmi parancsnokság. A polgármester urak ezekből a jelzésekből tudni fogják azt, hogy nekik össze kell hívni ott a saját embereiket.